Mit mutat a csárd? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na gyorsan akkor a pénteki zárást. Egészen szép dolgok voltak itt a budapesti értéktűzsdén jegyzett cégek házatáján, mert például volt rekord a Richternél, a tavalyi rekord után 2021-ben pedig közölték, hogy mire számítanak, például 5%-os árbevétel növekedést várnak a rekorderedmény után. Ennek ellenére a a Richter árfolyamát ugye a visszafogott kilátások vetették vissza. Tehát magyarán nem elég ez, amit prognosztizáltak, és egész komoly visszalépés volt, 2,3%-os, 3,5 milliárd forintos forgalomban a Richternél, tehát 8570 forinton zárt. Aztán volt rekorderedmény a 4 nél és növekvő számokról jelentett a Dunahaus is, Szóval nem volt rossz Cég szinten a, a pénteki nap, de ö, nem volt túlságosan erős a tőzsde. A magyar telekom például 1,8%-kal esett 408 forintra, a mol 42 forinttal, tehát majdnem 2%-kal csökkent 2,7 milliárd forintos forgalomban, és az OTP, aki lényegében domborított és ő vitte a forgalom nagy részét, 11 milliárd forint fölötti forgalomban 1,7%-os erősödéssel húzta a budapesti értéktűzsde vezető mutatóját, de alapvetően azt lehet mondani, hogy egy fél százalékos csökkenés volt a béten. Úgyhogy nem volt túl jó napja a budapesti tőzsdének. A Wall megint volt egy GameStop kör az elmúlt két napban, hát illetve mondhatni, hogy másfél napban. Ja, ja, nem, jaj, még jaj, nem a... pénteken elindult ez már. Ja, a csütörtökön csütört, igen, a csütörtökön, csütörtökön elindult, így van, és pénteken lecsengett, igen. Igen, hát szerényen a 60 előző napon, szerdán, szerdán már látszott, hogy kicsit tehát zsákolják, nem is kicsit, tehát önmagához képest kicsit, mert az, hogy hirtelen fölment, hogy már szerdán fölment, száz, hogy már szerdán fölment, száz, és onnantól ugye 40-ről indult, és akkor ebből lett egy csütörtöki... Egy nap alatt körülbelül egy 170-es ugrást, tehát ismét sikerült az égbe hajtani, majd onnan vissza nyomni egészen 100-a. Szóval, de ez a, szok, de ez a, ez a, ez a kis durulás kategória most már nem kapott akkora a sem, mint a megelőző hetekben. Ami pedig a főbb papírokat, illetve részvényeket illeti, egy érdekes korrekció volt. Olyan értelemben, hogy az előző napok trendjének a korrekciója, az előző napokon az látszott, hogy a nagy technológiát adják, az esik, és a többi részvény hagyományos iparágokban pedig inkább erősödik. Pont beszéltünk arról, hogy nagyon rég láttam olyat, hogy az éveleje óta nézett index változásoknál az S&P bejelőzte a mezzeteket, tehát hogy gyengébben teljesítettek a nagy technológiai cégek, ezek évek óta nagyjából duplán túl teljesítik a teljes piacot, tavaly volt igazán látványos, hogy egészen elképesztően ott mentek a tech cégek, és ugye ezzel ellentétes trendet láttunk az elmúlt hetekben, és pénteken megfordult, és újra a technológia kapott erőre, ezért ismét az hogy ezek idén már szebben muzsikál, mint a, az S&P, úgyhogy kicsit csökkentek a, a hosszú távú kamatok, tehát a hozamszint az a és erre belevásároltak az elmúlt, az előző napokban nagyon-nagyon rosszul teljesítő nagy technológiai cégbe, és akkor ebből lett az, hogy a napot a Dow Jones másfél százalékos bukóval zárt, az S&P is esett egy fél százalékot, a nezdek is fél százalékot mozdult el, csak éppen az ellentétes irányba, ezúttal fölfelé, és kimondottan az információ technológia volt a legerősebb szektor. Az sznp nél az volt meg érdekes, hogy egy fontos technikai szinthez érkezett már a kereskedés elején, az 50 napos mozgó átlag alá nézett, azt gyorsan megvették, aztán utána már nem volt egyértelmű a vételi érdeklődés, de kicsit úgy visszább is jött, de azért még éppen az 50 napos mozgó fölött tudott maradni, ez a következő napokban is egy érdekes szint lehet, hogyha valaki technikai alapon kereskedik. Úgyhogy ez, ez történt nagyjából a Wall Street-en pénteken. helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Kedves hallgatónk, azt mondja, hogy érdemes tenne beszélnetek gyógyszerészekkel, akik elmondják az oltóanyagok közötti különbséget. Jó barátom, kutató gyógyszerész, és elmondta, hogy a kínai és az orosz is jó vakcina, semmivel sincs nagyobb kockázat bennük, mint az úgynevezett nyugati vakcinákkal, írja Ricsi. Egyébként... Sengyel, bocsánat, ezt, 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 ezt senki nem de, állított. De, de, de az a baj, de, hogy... hogy... És, való, és valószínűleg, így, valószínűleg így is van, csak kevesebb rá az egészen kézzel fogható bizonyíték. Szerintem ez... Az, minden igen, minden csak minden nekünk minden tényleg minden van felelősségünk minden. ebben, tényleg érdemes lenne kutatógyógyszerészekkel, gyógyszerészekkel beszélni. Ilyen mini kutatást intézve az ismeretségi körben nekem is van kutató orvosbiológus ismerősöm, ő is elmondta kínai vakcináról, hogy teljesen jó vakcináról van szó, illetve kórházakban dolgozó, nagyon sokszor kemény műszakba beosztott orvosok mondták azt, hogy lényegében minden vakcina jobb, mm -hmm. mint amit ott látnak bent. Minden, vak, minden vakcina sokkal jobb, mint igen. a legkisebb esély arra is, hogy elgondol beteg. Úgyhogy Én, nagyon igen. fontos, igen, ez jó dolog, és tényleg kéne erről beszélni. Nagyon nagy az ellenállás ezeknél Nagyon, nagyon jó dokumentált a sajtónak a minőségi részében, nagyon-nagyon részletesen Teh tehát bárki utána nézhet, nagyon-nagyon részletesen, hogy melyik milyen, Mit tud, milyen technológiával készül, illetve a jóváhagyási fázisairól, hogy melyiket hol és kik hagyták jóvá, és mennyi adat van az összes paraméterét illetően. Oké, okay, um, mi maradt nekünk, semmi más, mint az, hogy elmondjuk, hogy jönnek a hírek, mégpedig schmidt Tandival, és nem, bocsánat, a Zoller-Andival -Andival jön. jönnek. Ah, tény, tény. Bocsánat, Andika hogy lesmit tesztelek, pedig Czoller vagy. A lényeg az, hogy ő mondja el a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza. Sok minden lesz, Budapesti hírcsokor után a Dunaferrel foglalkozunk. Minek nekünk a célmű, tehetjük fel a kérdést, bajban van a Dunafer, a portfólió vezető elemzőjével, Csiki Gergelyel beszélünk, aztán heti kitekintő rovatunk következik, makroadatok, magyar GDP, eurozónás infláció, amerikai munkaerőpiac, majd Karika csapásruvatunkban pedig egy hazai startup költségcsökkentő és üzemeltetési hatékonyságot növelő megoldásáról lesz szó a létesítmény gazdálkodásban. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a Millás oldalon! Millás